A Vörösmarty Társaság ebben az esztendőben is emlékestel tisztelgett a 2010-ben elhunyt Sobor Antal, József Attila és Szent István díjas író, festőművész, pedagógus, Székesfehérvár díszpolgára munkássága előtt. Az emlékesten Bobori Zoltán Sobor Antal novelláival idézte meg azokat a felejthetetlen pillanatokat, amelyek immár a magyar és a székesfehérvári kulturális élet és irodalomtörténet legszebb időszakaihoz tartoznak. Szükségünk van arra, hogy ezzel a rövid kis felolvasó esttel felhívjuk Sobor Antalra a figyelmet. Annak ellenére, hogy hát nyilvánvalóan tulajdonképpen itt él közöttünk, nem kell, de arra is figyelni kell, hogy nehogy véletlenül a feledés emlékművét elkezdjük építeni. A találkozón Vakler Lajos, a Fehérvár Médiacentrum munkatársa is visszatekintett Sobor Antal korszakos munkásságára, majd köszöntőjét követően a Fehérvár Televízió anyagaiból láthattak válogatást az irodalomkedvelők. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor megkaptam a felkérést a Vörösmarty Társaság elnökétől, Bobori Zoltántól, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy mit és hogyan állítsak össze, hiszen a Fehérvár Televízió szerencséjére és a televízió nézők szerencséjére rendkívül sok Sobor Antal interjú készült az elmúlt időszakban, egy-egy könyv kapcsán. Az emlékestet megtisztelte jelenlétével az író özvegye, Márta néni is, aki meghatottan emlékezett vissza az író közelgő 90. születésnapja előtt férje munkásságára, és visszatekintett azokra a felejthetetlen pillanatokra, amelyet az együtt töltött fél évszázad során megélt. Meg kell mondanom, hogy Sobor Antal a magyar nyelv igézetébe írt, és ez akkor kezdődött el, amikor diákkorában Arany János Tódiát olvasta. Teljesen megigézte, és innentől számítva neki a nyelv, hát nem akarok húzásba esni, de olyan volt, mint a levegővétel, annyira fontos volt. Az esten megerősítetett Sobor Antal mára is érvényes üzenete, csakis a nemzeti kultúra oltalmazhat meg bennünket valamennyire a globális elbutulás, a science fiction ízű világkormány víziók, a küszöbön álló totális energiaválság, az elharapódzó éhséglázadások, meg a fenyegető vallásháborúk közelgő sötét korszakától. Csakis a magyar nyelvhez és tradíciókhoz kötődő kultúra révén maradhatunk sorompóban.